Mama, this you crazy mother. Sziasztok, én továbbra is Kátai Tamás vagyok, és továbbra is üdvözlök mindenkit a YouTube csatornámon. Itt az új év, úgyhogy kezdjük egy rendhagyó újdonsággal, ugyanis a mai napon Kecskemétre látogattam le, a Messzi István sportcsarnokba, a Kecskeméti KT-je hazai pályáján állok éppen, mint láthatjátok sajtos mellényben, itt videózgatom magamat. Ő készítettem egy interjút Wittmann Krisztiánnal, többszörös bajnok és többszörös magyar válogatott profi kosárlabdázóval, illetve hamarosan meg fogom tekinteni az Alba-Fehérvár Kecskemét KTL mérkőzést, amiről fogok nektek vlogolni, amivel biztosan készülök az egy cipőmustra. Megnézzük, hogy a magyar játékosok milyen kosárlabda cipőket választanak a játékhoz, illetve biztos vagyok benne, hogy számos érdekesség fog még itt fölmerülni random módon, ahogy azt már a vlogjaimból megszokhattátok, úgyhogy tartsatok velem, nézzük meg együtt ezt a mérkőzést. Soha nem voltam egyébként még, azt hiszem, nem akarok hazudni, de igen, soha nem voltam még profi NB1-es magyar mérkőzésen, úgyhogy ezzel kapcsolatban is elvesztem a szüzességemet, és itt ragadnám meg az alkalmat, hogy ezt megköszönjem a Mindigo Sportnak és az Antenna Hungary KFC-nek, akik lehetővé tették mindezt, hogy én a mai napon ide ellátogassak. Nézzük meg akkor, hogy néz ki a Messzi István sportcsarnok, már a Die Hard fanok érkeznek, fél órával vagyunk mindössze a meccs kezdési időpont előtt, és ott láthatjátok, hogy a csapat lassan már érkezik ki melegíteni. Hát egyelőre még eléggé foghiasak a lelátók, de hamarosan bemelegítés, és kezdetét veszi a mérkőzés. Én már nagyon izgatottan várom, és zseniálisnak tartok egyébként minden ilyen kosárlabda pályás milliót, úgyhogy nyilván emiatt itt is kiválóan érzem magamat már most. Itt szóltok a sajtós mellényemhez. 152-es számú. Egy jó kis tipmix reklám rajta. Így néz ki Magyarországon egy sajtós mellény. Hát nem olyan, mint egy NBA mez, de ez is megteszi mára. Kijövünk ide a bejárathoz, ugyanis egy nagyon érdekfeszítő dolgot találtam az imént. A kecskeméti mezeket itt lehet kapni. Van egy ilyen KTL shop. Meg lehet méreckedni. Itt vannak a játékosok, hogy ki milyen magas. Most sajnos magamat nem fogom tudni megmérni. És íme a shop tartalma. Tavalyi és idei mezeket is lehet kapni. Megnézzük közelebbről. Azt mondja, hogy a tavalyi Kipsta márkájú mezek 3000 forintba kerülnek, és az idei Tármak mezek 7000 forintba kerülnek. Ez csak egy ilyen kis side note arról, hogy ha valaki magyar meccsre látogat el, és szeretne a csapattól egy mezt vásárolni, akkor nyilván töredék áron meg lehet ezeket vásárolni, mondjuk az NBA mezekhez képest, és hoppá! Megkezdődött a melegítés, srácok! Milyen jó ritmusba érkezem! Zseniális, zseniális! Na srácok, akkor menjünk rá cipőmustrára, ahogy már egy évértékelő videómban jeleztem, idén megpróbálok többet foglalkozni a cipőkkel is, és ezen az NB1-es meccsen fogjuk ezt elkezdeni egy jó magyar NB1-es cipőmustrával. Nézzük csak, hogy milyen cipők vannak. We'll be right back.
hát sajnos a cipőmustrát, ha meg kell nevezni győztest, akkor sajnos az Alba-Fehérvár győzött, ugyanis volt egy Chicago Colorway Jordan 13, és egyéb más Jordan, Kyrie és hasonló Nike cipők voltak, míg a Kecskemét játékosai inkább sportolóra véve a figurát, a lifestyle és a divat diktátor helyett inkább abszolút ilyen sportjellegű kosárlabda cipőkben készülnek a mai mérkőzésre. Reméljük, hogy a végeredmény nem ennek megfelelően alakul, ugyanis a Kecskemét hazai pályáján vagyunk, úgyhogy egyértelmű, hogy a Kecskemétnek szurkolunk. Akkor nézzük, hogy meg itt a hazai csapat. Kicsit ilyen Újpestre hajazó ez a színkombináció. Nyilván 100 km-re vagyunk Budapestről, úgyhogy ez abszolút egy ilyen szubjektív kis ostoba bemondás a részemről. A vendég oldalról egyelőre még nem is, viszont hazai oldalról lassan betelnek a sorok, és folyamatosan szivárognak az emberek, úgyhogy nekem ez nagy öröm, hogy a hazai csapatot kijönnek az emberek, igenis, és támogatják, úgyhogy még egy kis pozitív, amit kipipálhatok a kis szívemben. Megvolt, 27-24 az állás, 3-mal megy az Alba, úgyhogy eddig eléggé kiegyensúlyozott a dolog. Nézzük a második negyedet, így kezdődik. Ezért szurkolók, azok kitartóan a dobot. Hoppá, itt van a labdaszerzés, ott is van. Itt van Krisztián, és ő is jó, hogy 85-ös születésű, mint én. Meg is szerezte el azt is. Az ott nem volt jó. Krisztián. Beleáll a hármasba. És majdnem. Már volt egy ilyen dobás, amit elég jó volt, csak lehet. Szóval már volt egy ilyen hármas dobás, ami lecsorgott. Igazából faltolták közül, meg is reklamálta. Nem tudom, hogy most közelben volt a védő, vagy csak simán kicsorgó volt, de az előző dobás is hasonló ilyen. Ilyen kicsorgó hármas volt. Szóval a dobosok tartóan üdik. Itt Fehérvári oldalról is. Ez a kedvencem. Éppen a dobás előtt egy másodperccel belebasznak egy hatalmasat az üsdobba. Illetve a lábdobba. Most az inkább hangosodó. Different things like how to be a winner. Winner.
legjobb első NBA-1-es mérkőzést fogtam ki magamnak. Hamarosan folytatjuk. Ilyen nagy csönd már nagyon régen nem volt, hogy kihasználom az alkalmat. Kezdődik a második félidő. Nagyon kíváncsi vagyok tényleg viccen kívül, hogy mi lesz. Mert eddig fej-fej mellett haladnak a csapatok, és már a dobolás veszi a kezdetét. Ott van a dobos emberkém. Úgyhogy lássuk. That's my honest flow. Lyrics so dope that you overdose. Meet me in the sky, no budget rope. Shat back, beach, I get the billy go. Fire came, burn the bro, beach coming. Srácok, brutális megtátosodás, és ennek köszönhetően vezet a Kecskemét. Azt mondja, hogy 17 ponttal ment el a harmadik negyedbe a Kecskemét. Brutális teljesítmény, brutális csapategység. Majd a végén is értékelek. A lényeg, hogy most már durván vezetnek a hazaiak. Ez brutális volt, nagyon intenzív még az élmény, és amikor legutoljára forgattam így szabadtéren, ha most ezt az elköszönést vagyok kénytelen megcsinálni, akkor még körülbelül 40 fok volt, és most lefagy a fejem. Úgyhogy összegzem a gondolatomat a meccs után, és majd egy zárt, melegebb helyről még mindenképpen fogok egy összegzést csinálni. Most léptem ki a sajtótájékoztató után igazából a sportcsarnokból, ahol nem mertem bekapcsolni a telefonomat, de igazából nem is maradhatok le semmiről, mert nem volt egy túl komoly dolog, úgyhogy hamarosan összegzek. Másnap reggel, immáron itthon, épségben, szépen kialudt szemekkel és a kedvenc kis köntösömben csinálnám meg akkor ezt az értékelést erről a meccsről. Még egyszer nagyon szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy egyáltalán eljuthattam ide. Nagyon jól éreztem magam, és iszonyat intenzív volt az élmény, és iszonyat fárasztó is egyben. Ugye le kellett utaznunk Kecskemétre, de nem is azért volt fárasztó talán, hanem inkább azt mondanám, hogy ott lenni egy helyen, ahol alapból emelkedett hangulatba vagy két órán keresztül, tehát nyilván izgulsz, pöröksz, és közben iszonyatos hangzavarban, hatalmas dobolások közt ácsologsz, az nem igazán pihentető, de persze nem sajtatni szeretném magamat, csak ezzel magyarázom azt, hogy miért nem onnan csináltam meg ezt az értékelést, mert tényleg, mikor kijöttem a csarnokból, akkor már ragadtak le a szemeim, és ájultam elfele. Amiket nagyon szeretnék kiemelni, az az, hogy nagyon jó tapasztalat volt nekem ez a mérkőzés olyan szempontból, hogy lehet, hogy ti is, mint én, sokan vagytok úgy, hogy áhítoztok az NBA-re, bálványozzátok az NBA-t, és nem is tudjátok azt, hogy az NBA-nél, tehát Amerikánál jóval közelebb is kaphattok hasonló élményt, kosárlabda közeli élményt. Számomra abszolút ez bizonyította be ez a mérkőzés. Ha összeszeretném hasonlítani az NBA-vel az NBA-1-et, tehát hogyha lehetetlen vállalkozásra adnám a fejemet, akkor azt mondanám,
mondjuk okulva ezen a tegnapi mérkőzésen, hogy egyáltalán nem volt olyan brutális színvonalbeli különbség, mint amilyet egyébként az NBA és az NBA ligák említése alapján várnátok. Ugyanúgy voltak látványos zsákolások, ugyanúgy szórták a játékosok a három pontosokat, ugyanúgy küzdöttek a csapatukért, ugyanúgy voltak fordulatok, talán egy kicsit kisebb sebességgel zajlott a játék, és nyilván a szervezésen volt annyira maximálisan profi, de abszolút élvezhető volt az a kosárlabda élmény, amit szerintem minden egyes kosárfannak vagy NBA fannak meg kéne test közelből tapasztalnia. Ez egy iszonyatosan fontos felismerés nekem, hogy bizony nem kell elhitozni arra, hogy Los Angelesbe vagy New Yorkba eljussak, mert elég, hogyha leutazom Kecskemétre, és ott is test közelből tudok olyan élményt kapni, ami kosárlabda rajongóként megdobogtatja a kicsiny szívemet. Nagyon örülök továbbá, hogy Wittmann Krisztiánnal készíthettem interjút először a magyar játékosok közül, ugyanis a meccsen mutatott teljesítménye abszolút indokolta számomra azt, hogy egy klasszis sportolóról van szó. Zseniálisan húzta tényleg a csapatát a tapasztalt múvjaival, amikor kicsit rezgett a léc, akkor mindig nála pihent a labda, és egyéni teljesítményekbe is olyat mutott, amit igazából szerintem bármilyen sportoló, bármilyen sportágba meg kell, hogy irigyeljen, vagy megirigyelhet. Én szokás szerint nagyon köszönöm nektek, hogy megnéztétek ezt a videót, és ismét velem tartottatok egy élményemben. Ha tetszett, akkor ne habozzatok ezt jelezni, hogyha szeretnétek még a csatornámon látni magyar kosárlabdával kapcsolatos videókat, vagy magyar NBA-ggyel kapcsolatos videókat, mindenképp írjátok meg nekem kommentben, és egyébként is várom bármilyen véleményeteket vagy észrevételeteket a komment szekcióban. Egy nagyon fontos új dolog, sosem mondtam még el nektek, nyilván iratkozzatok fel a csatornámra, ha tetszett a videó, de ha feliratkoztatok, a feliratkozás gomb mellett találtok egy kis harangot, amire mindenképpen rá kellene, hogy kattintsatok, hogyha szeretnétek tőlem az új videók kapcsán értesítéseket kapni YouTube-on belül. Tehát ha már feliratkoztál, akkor csengesd a harangot, ha most iratkozol föl, akkor is a feliratkozás gomb után csengesd meg a kis harangot. Én nagyon köszönöm még egyszer a figyelmeteket, hamarosan újra érkezem egy hasonló videóval, addig is sziasztok!